Szép jó estét mindenkinek! Ez itt az Open Music Channel műsora. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk ezen a csodálatos estén. Ő itt Hunor. Én pedig Greg, és hogyha tegnap esetleg nem kezdtétek velünk az évet, akkor nagyon boldog új évet kívánunk mindenki nevében itt a stúdióban, hátul a stáb és mi is természetesen. Tegnap egy DJ volt velünk, Mindscape, ma pedig itt van velünk a The Pontiac zenekar. Azt szeretném kérni tőletek, hogyha bármi kérdésetek van, vagy hozzászólásotok, akkor várjuk kommentekbe természetesen, ezt meg tovább fogjuk adni a zenekarnak, interaktív ugyanis a műsor. Hunor, mit szólsz ez az egészhez? Hát nagyon örülök, hogy elmúlt ez a 2020-as év, azt kell mondjam. Remélem ez a 2021 sokkal jobb lesz. Boldog új évet, srácok! Boldog új évet! Boldog új évet! Tomi, te már nem tudom, harmadszor vagy itt, nem? Igen, harmadszor. Peti, te is voltál már? Nem. Én nem unom, Tomi nem válaszolt erre, én nem unom. Még. Csináltok még zenekarokat, fiúk, és akkor... Igen, hozzatok minél több formációt. Elfértek egyébként? Rendes? Nagyon jó. Igen. Na és Gregnek volt egy jó kérdése kezdésnek, ezt föl is tehetjük, hogy mit szóltok a fekete színhez. Fekete slangit? Vagy mi a amúgy a fekete az nem úgy van, ez nem szín. Először is boldog új évet! Sziasztok! Sziasztok, kedves kanapé népe! Fekete szín, Barni. Slangit. Ezt nem tudom mit jelent, de így szeretjük. Majd ezt is megtanuljuk a hétfői nyávoradon. Rajtam van egyébként egy sötétkék ing, úgyhogy én most kicsit kilógok a többiek közül. Úgy állítottuk a kamerát, hogy feketének tűnjön ezért. Tessék, hogy? Fekete fejére műsor. Ja, tök jó, akkor mindenkit üdvözlök én is. Old school. Srácok, 17-ben alakultatok, azóta azért sok minden megtörtént. Nem feltétlen szeretnénk erre nagyon-nagyon kitérni, de hangfoglaló induló zenekar vagytok, voltatok. Most már ezt levetköztétek, azt kell mondjam, szerintem. És megjelent 17-ben már egy EP-tek, ami elég király volt. Aztán 19-ben meg egy nagy album. És most pedig itt van a jelen, ami meg már 3 single-lel megtörtént az idei év. Hát sajnos nem lehetett koncert ugye nagyon, úgyhogy azokkal nem. De... Miért? Mi történt? Aludtál? De az a 3 single magyar. Mi okozta a váltást? Adat. Igen, hát ez a 3 single egyébként magyar, ahogy ezt te is említetted. Ugye? Csak hogy valahogy ugye kezdjem ezt a mondatot. Nem volt emögött semmiféle koncepció, vagy ilyen marketing szag, csak egyszerűen így kezdtek el ezek a dalok megszületni tavasszal még. Aztán ennyi a történet. Írja nálatok a szövegeket? Hát én. A magyarokat ad a Tomi. Szlovákul, és akkor onnan... Lefordítjuk onnan, a fordítóba bele, és onnan átfordítjuk először a somogyiak részére elkészült dialektus szótár segítségével. Majd poroszra. Majd én, a kis alföldi. A poroszról. A poroszról. Ez miért ragaszkodsz ennyire ez? Tetszik. Matam. Igen, tehát magyarul írnak a dalok már, de semmi féle. Könnyen vettétek ezt a lépést egyébként? Általában úgy veszük észre, hogy azért ez egy nehezebb, vagy magasabb akadály, amit meg tudnak ugrani zenekarok, hogy magyarul kezdenek el írni. Hát igazság szerintem ez egy elég hosszú folyamat, hogy átálljon erre az ember, hogy elkezdje magyarul dalokat írni, és szerintem még most is ebbe ez még tart. Igen. Nem. Igazából nem volt nehéz, vagy nem volt olyan, hogy izzadni kellett volna miatta. Az angolom többet kellett, mert pedig azt hittem, hogy ez egyszerűbb. De nem azt mondom, hogy ez most így ilyesmi, csak hogy sokkal jobban esik. Azért igen, a magyarnak megvan az a közelsége, hogyha mondani akarsz valamit, akkor azt mondod, és nem nagyon kell ott túlfogalmazni. Egyébként tök jók szerintem a magyar szövegek, de hát ugye ez nehéz dolog, és szerintem jól fogalmaztatok abban, hogy egy folyamat ez ilyenkor mindig. Elég jó, elég erős kezdésben vagytok. Most megjelent a szél, meg a lebegés, meg ugye még egy dal, ami klipestül, csak még egy lámpa. Egyetlen. Csak egyetlen lámpa. Pont a másik. Nem az. Lámpa. Nem az. De a lámpát eltaláltam. Nem, jó. Fej. Király. És igen, és mit tartogat a jövő? Mert hogy ezeket is Vastival vettétek fel? Igen, Vastinál voltunk a Sunday stúdióban, és borzasztóan jól éreztük magunkat.
a felvételek közben, meg a kávézások és éjszakai sztorizások során is, meg mindenhogy. És ott volt, fölvettünk több dalt, és ebből tervezünk még egy klippet kihozni az egyik dalra, ami még nem jelent meg. Ha minden igaz, akkor reméljük, hogy tavasszal ezt már, legkésőbb tavasszal már ki is tudjuk hozni. Ugye, Barni? Igen, Péter. Nem tudom, csak hogy te is így gondolod, de azt akarom kérdezni. Még azt szeretném hozzátenni. Nem gerjed? Így. Hát... De ez nagyon hágén cucc. Mi? Mondja csak. Hogy... Mit mondtál? Nagyon hágén. De nem az a másik. Hát... Ja, hogy igazad van-e? Igazad van. Igen. És szerintem is meg fog jelenni még egy klip a tavasszal, legkésőbb. Egy olyan dalhoz, ami a 2021 első fél évének nagy lemezén fog szerepelni. Mert hogy lesz ilyen. Igen, igen, végül. Nem egyik nagy lemezén, hanem a tiéteken. Igen. Király. Ezeket a stúdiós folyamatokat egyébként hogy élitek meg? Tehát a próbálást azt feltételezem, minden zenekar szereti, vagy szeretek együtt lenni, meg együtt zenélni, tök jó. Nincs, van egyfajta ilyen súly rajtatok, amikor bementek stúdióba, vagy ez egy felszabadult dolog? Eddig volt, nekem most egyáltalán nem volt semmi bajom. Mármint, hogy... Hát Vastinak van egy ilyen hatása azért. Igen, az maga emberre. A fickó olyan, hogy így... Ja, hello. Így igen. Csináljunk valami jó. Amúgy én is ilyen vagyok, hogy ja, hello. Tehát köszönsz végül. A jó pillanatába kapod el. Ja, ja. Ja, szóval nekem nem volt egyáltalán ez a piros lámpa, ilyen stressz, meg nem tudom. Igen, szerintem se egyébként. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen közegben veszi fel az ember ezt a, vagy az adott anyagot, vagy legyen ez klip, lemez, vagy egy dal, vagy valami, és a Vasti, meg a stúdiója, meg az egész ember és jelenség tökéletesen segíti a zenekart, vagy az előadót, vagy akárkit, hogy ott olyat tudjon alkotni, amivel másnap reggel is boldogan kell fel. Azt hallottad? Én boldogan kelnék fel melletted minden reggel. Hát volt már olyan egyébként. És hogy érintiteket az, hogy most költözik a stúdió? Hát úgy oda megyünk, ahova megy. Ahova ő is megy. Igazából ott találkozunk vele. Vastit követitek. Igen. Jó, jól teszitek. Szerintem egy nagyon jó párosítás vagytok egyébként. Vagy hát ötösítés, ezt nem tudom szólni. De ez te szar vagy. Mindegy, de szerintem nagyon jót tesz hozzátok az az elengedés. Van egy dal egyébként, ez most nem új, de volt egy live-otok most nemrég, amin a második dal, az Inside Out. Na és én, amikor azt először hallottam, akkor a Vasti jutott eszembe, hogy ez egy olyan dal, ami egyébként egy ilyen vastis hangzásban nagyon patent. Egyébként jól szól amúgy is, szóval. De az a live is, tényleg arról meséljetek már egy kicsit, hogy az a live az hogy alakult? Ami Győrben vettetek fel valami live-ot. Igen, Győrben vettük fel a Dongó klubban. Ha jól tudom, négy dalt játszottunk el ezen a közönség nélküli koncert videón. Hát nagyon jól éreztük magunkat, kicsit nyilván fura volt, hogy nem volt ott rajtunk kívül senki, csak Bánki Niki a menedzserünk, meg Dajti Tibold a hangmérnökünk, aki felvette ezt a történetet. A videóért pedig... Tessék? Meg az idegenék. Igen, azt akartam mondani, köszönöm. Semmi baj, nem, én. Csak olyan kis komótos vagy. Nem, dehogy is, csak én voltam. Biztos a kaja. Igen, lehet. Igen, a videóért pedig az Idegen Zenekar a felelős, és nagyon-nagyon köszönjük nekik innen is, hogy elviseltek minket, és felvették, és hogy egy tök jó dolgot hoztak ki az egészből. Eljátszuk az Inside Out-ot is ma. Ja, láttam hanyadik, úgyhogy nem árulom el, de tudom hányadik. Örültem is egyébként. Ilyenkor mondjuk, amikor négy számot össze kell válogatni, az okoz nektek bármi problémát, hogy melyik négy legyen az. Mennyire írjátok le a zenekar évét, új dalokat kell bemutatni ilyenkor, mi a process? Hát attól függ, hogy a négy dalt követi még másik négy, vagy másik tíz, vagy nem? Hát mondjuk ez a négy, amit most rögzítettetek, mi alapján került kiválasztásra? Itt az volt a könnyebbség, hogy na, mit akarok? Igen, tehát az volt, azért szeretük volna mindenképp ezt a négyet eljátszani, mert ebből háromnak nem volt előtte még semmiféle felvétel róla. Mm. És ezek lettek volna a
egyébként a második lemezünknek a dalai, egy része. Csak ugye aztán bejött ez a magyarizmus, és akkor úgy voltunk vele, hogy valószínűleg ezeket a dalokat nem szeretnénk rárakni, legalábbis én úgy voltam, hogy akkor az legyen csak magyar a következő lemez, ha már elkezdtük, viszont akkor ezek is maradjanak fent valamilyen formában, és akkor így került fel ez a négy dala. A dongóba, dongóban. Egyébként a Benedek szokta kiválasztani a dallistát általában egy koncertek előtt. Egy papíranyagát. Igen. Tehát A4-esre dolgozunk általában. Igen, az jó. És ez ilyen standard fehér, vagy valami hát kicsit? Hát ez a félfamentes. Ez standard fehér, igen. Igen. Két bészre. Menj már elég egy kicsit, köszönöm. Te jössz. Egyébként meg volt egy koncert azért idén, egy nagyobb, a Trip hajón. Volt. Trip hajó. Igen, nagyon jó előzenekarunk volt. Nem emlékszel, ki volt a szóval? Igen, játszottunk a Trip hajón. Nagyon jó volt. Szerettünk minden percét. Mikrofont is szeretjük. Jó volt, egy ez nem... Egy igazából most jutott be a kajakóma, úgyhogy nagyon szerettem azt a koncertet. Belebeszélek. Hú. Igen. Nagyon köszönjük Ipoly Gács Honornak, hogy ő volt végül az előzenekarunk. Köszönjük ezáltal neked. Ezáltal neked is. Ha találkoztok, add át neki mindenki. Majd szólok neki. Tényleg nagyon jó volt a csáó. Yeah. Ti is tök jók voltatok egyébként. Jó, hogy legalább volt egy ennyi idén. Igen, határozottan igen. De még nektek volt azért februárig egy kis betekintés, hogy milyen lenne, ha lenne egy teljes turné a Margaret Island-del. De két állomásig jutott a dolog, viszont folytatni fogjátok, igaz? Hát igen, nagyon reméljük, hogy ez folytatódni fog majd a 2021-es évben. Mm-hmm. Hogyha, igen, tudom, hogy oda kell tartani a mikrofont. Igen, ide jobb, közel. Jön és meg. Nem tud mögém jönni. Hát igen, nagyon reméljük, hogy ez folytatódni fog, és hogy megcsináljuk ezeket a koncerteket, amit tavalyra elterveztünk. Miért nevettek? Nem tudom, de én... Jó veled, kedvük van. Veled meg vele is. Ja, igen, velem együtt. Mindenki van. Van a kedvenc helyeitek Budapesten kívül, ahol szeretek játszani egyébként a közönség miatt esetleg, vagy hogy olyan a hely, és fűsz hozzá valami kis új emlék? Kiskunfélegyháza. Igen, meg volt még augusztusban az Ahar... Kiskunfélegyháza. És még volt még visszatérve a koncertekre, volt még egy koncertünk augusztusban az A38 tetőteraszon, és például az nekem... az például egy ilyen, talán az egyik legjobb koncertélményem volt egyébként. És hogyha valamiért áras vagyok ennek az évnek, valami, akkor például az egy nagyon jó koncert volt. Mi különbözteti meg ilyen alapon a jó koncertet a rossztól? Mi történt ott, ami jobb volt? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt így nem is nagyon tudnám megfogalmazni. Hát így ilyen érzések. Nem, tehát jó, ezt így... Tudod, amikor úgy klappol minden, tudod, ilyen, meg úgy ott vagy az egészben, feltételezem, hogy benne volt az, hogy játszhattok. Igen, hát nyilván az is... Nyilván ezt átéltük, igen. Amikor... Az is egy teljesen felemelő érzés volt, hogy nem egy üres klubban játszunk, hanem emberek is vannak, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mit csinálunk. És hogy igen, az egy nagyon jó este volt. És mi köt titeket Kiskunfélegyházához? Mert te egyből rávágtad, mi történt ott? Vagy hát ott az? Valahogy az utóbbi időben voltunk ilyen 2-3-szor is, így tök... Hát pont februárban voltunk kétszer, voltunk február 1-én, meg 29-én voltunk. Ja tényleg, csak egyszer a Margaretékkel? Az volt a 29. Az idegenékkel? Nem, most szökőjé volt tavaly, itt volt para egyébként ez az egész, emiatt volt ez az egész sztori amúgy. Igen, szóval tehát hogy végül. Meg hogy állítólag, most hogy ez a... hogy a Boss Metázón van beépítve a vakcinába. Két csippeknek, igen. Az Ária C6-os. Az Árás C6, igen. Igen, Kiskunfélegyházát nagyon imádjuk, oda valósi. Az idegen zenekarból is, Tencs Dominik. Igen, így van. Nála aludtunk. Akkor. Ja, akkor hát vele. Most így már értem. Igen. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy jött egy ilyen tipp nekem, hogy a The Pontiac név, az nem az autó miatt van. Nem. Megmondjátok, hogy miért van? Nem. Oké. Okay. Ha nem, nem. Az autó, az autó miatt van. Nem. Az autó miatt van. Nem, hát igazából nagyon nehéz nyilván mindig ilyen nevet adni ilyen dolgoknak, mint egy zenekar. Legalábbis nekem igazából ez... Na. Tehát
ücsörögtünk, gondolkoztunk, mi legyen, nem volt semmi, és akkor eszembe jutott, hogy én nagyon szeretem a Tom Waits-t. És elkezdtem így, már mondom, szerzek inspirációt a dalainak a címeiből. És akkor megnyitottam egy ilyen szöveg, dalszöveges oldalt, és akkor elkezdtem ott pörgetni, és akkor láttam ott egy ilyet, hogy The Pontiac. Na, akkor én nem is raktam össze, hogy ez egy autó, mert amúgy meg nem vagyok ilyen nagy autós fiú, de mondjuk a Knight Rider-t meglátta, tehát onnan illet volna tudnom. De nem raktam össze a képet, csak olyan C a vége, valahogy olyan jól néz ki leírva. C a vége? Hát Pontiac. Értem, de hogy... Hát tetszett, hogy olyan... Ha eddig nem tudtad volna, akkor most kiderült. C a vége. Hát nagyon tetszett így esztétikailag maga a szó, hogy le van írva, rajzolva. Úgy C a vége. Igen, Pontiac. Ezt meg nem beszéltük. Hát most akkor elmondtam neked is. Wow. Már érdemes volt. Szóval ez nagyon tetszett, és akkor mondtam a többieknek, és akkor meg mondták, hogy jó. Ez egy Tom Waits dal, ezek szerint? Hát dalnak a címe. De egyébként a dal az nem is egy dal, hanem megy egy ilyen motorzúgás, meg egy ilyen utcazaj, meg egy és akkor a Tom Waits meg így és akkor ilyen hangon. Így... Ez elég jó Tom Waits volt egyébként. Ja, 30 másodperc, 40 már, nem is tudom, egy perces hangfelvétel igazából ez a dal, ami nem is egy dal. Aha. Csak egy ilyen beszéd, valami. És Tom Waits egyéb iránt inspirál bármiben, ami a Pontiac zenekarról összefüggésben van? Akár szövegileg, vagy előadásban, hát amit hallottam. Mondom azt, hogy azok a metódusok, amiket ő alkalmazott, amikor a dalait, hogy a dalai megszülessenek, gondolok itt sokféle mindenre, az minket is inspirál ugyanúgy. Érti, aki érti. Hú, ez jó ködös. Messziről jött alkohol referenci? Igen. Nem. Akkor értem. Ráterelem a szót arra, hogy van-e klipetek, ami idén jelent meg a Csak egyetlen lámpa ég című dalhoz, ahol egy hajón vagytok. Van valami jó sztori a klip forgatással kapcsolatban? Ez egy vitorlás hajó és szélcsend volt. Elég ennyi. Az lett volna a koncepció, hogy mentek. Hát, hogy így megyünk, meg hogy tudod, hogy van valami történés, vagy legalább a víz fodrozódjon, vagy valami. Egyébként, aki nagyon jól figyel, azt hiszem, elmegy benne egy rendőr motorcsónak hátul. Tehát ennyi mozgás belefért. Első 20 másodpercben valami. Igen. Ilyen. És akkor hogy vettétek ezt az akadályt, hogy elveszett ez a része a koncepciónak? Akkor az állóhajon ment? Igen. Oké. Okay. Vagy lemerült valaki, elkezdte tolni, vagy valami ilyesmi? Nagy titok, hogy hát látszik, hogy nem mozog a víz. De. Mozog? Igen. Vagy hogy? Hát de csak hogy nyilván nem ment a hajó. Reklámod. Igen. Jó, ezt akkor végül. Meg is ragadom az alkalmat, hogy meg fogjuk nézni a klipet, de előtte elmondom, hogy nyugodtan írjatok, és ez az adás pedig még fönn lesz 15 napig Twitchen, majd pedig YouTube-on örökre. És most pedig következzen a klip, majd aztán készen álltok egy kis élő muzsikálásra. Milyen dalokat hoztatok nekünk mára egyébként? Mennyiben fedi ez le a zenekarnak a munkásságát? Csipegettetek innen-onnan, vagy új dalok lesznek főleg? Hát lesz a... mondjad. Hát főleg próbáltunk újabb magyar dalokat hozni, de nyilván azért néhány régebbi angol nyelvű dalt is hoztunk. ez a válaszom, köszönöm. Annyira szeretlek. De vagy így tényleg? Köszönöm. Igen, tehát a legelső EP-ről is hoztunk, a utána lévőről is hoztunk, meg újakat is hoztunk, úgyhogy mindent hoztunk. Király, hát mi nagyon várjuk. Mi is. Mi is, és nem menjetek sehova. Mi is. Mindjárt zenélünk. Maradjunk nem tudom, hova kell nézni. Most pedig következzen a Csak egyetlen lámpa ég a Pontiactól. Utána pedig kezdenek élőben a srácok. Say my name before.
devil light, hurts my eyes. So why can I just lie with my eyes closed? Save me, save yourself. Save me, with our last farewell. Save me, nothing's black or white. Save me, but let me take one last point. Sziasztok! Süri Tomi dobol, és gyönyörű. Zákányi Berek basszus gitározik, és gyönyörű cipője van. Kis Peti gitározik. Jó, most, hogy bemutatkoztunk, eljátsszuk a Home-ot. Break out in the middle, always see what I'm mean.
my 24 hours in a day. I just wish my mother take me back when I was a little boy. Most of the town I feel like I'm a stranger to my mother, my father, and even to myself. Sziasztok! 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 Köszönjük szépen a bírókat, a tüzeket, a mosolyogókat, a mikrofonokat. Köszönjük, hogy sziasztok! Köszönjük, hogy néztek minket, itt vagytok velünk. Mi nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és levehetem azt a sapkámat, mert nagyon melegem van. Menjünk is tovább, és ez egy vadonatúj szerzemény. Ez az első szerintem, hogy így együtt eljátsszuk valahol is élőben. Az a cím, hogy Napba ugrok, tehát ez már a következő lemezünket vetíti előre, ami majd reméljük minél hamarabb megmutathatunk nektek.
már nincs miért. Itt állok előtted, dobd el a babért. Köszönjük a húgást innen kintről. Miket nem hallasz? Micsoda? Ez a fejedben van, Pít. De csak a fejedben? Ha. Akkor köszi annak, aki nézi és húhog. Ide halljuk. Kacérkodó éneket.
köszönjük, köszönjük, éjszaka, lesz éjszaka, Zsoca. Szavaz, Zsocikám. Csókoljalak meg. Szia, Zsoca, régen találkoztunk. Köszönjük Simonka 30-et. Köszi a csírt. Köszi Bárci Levi. Pillanatban láttam a nevedet. Ki? Szevasz Levi. Robbanjon fel a színpad. Huni! Én 1-2 TNT. Gyorsan. Nyitva vannak a boltok talán. TNT, öngyújtó. Benzina. Benzina. Most, hogy mindent felgyújtottunk, meglebegtetjük, hogy jobban égjen. Úgyhogy most következik a... Egy pillanat.
Nagyon szépen köszönjük. Szia, anya. Annyira vártam, hogy ezt mondhassam. Csaba Goader. Jók vagytok, gyerekek, te is nagyon jól énekelsz, Barnabás. Igazi fiatalos lendület, el. Csak így tovább, az által rossz emberekkel meg ne foglalkozzatok. Nagyon vigyázzatok a hazauton, mert a vírus nem kímél senkit, sem 8 után. Tit mama és Gabi bácsi, felső puszta cserszomor, hát nem, 4, oké. Ses, miért nem lehetünk ott? Hát igen, pedig már nagyon meleg van itt. Nem tudom, meg ilyen falraklapok vesznek körbe, olyan, mint egy szauna. Én borzasztóan izarok egyébként. Aki a legforróbb, azt locsolni fogok, és akkor abban megjön tovább a izé. Eljátszunk egy dalt, miután kilatingoltál magukat a kis latinok. Ez pedig az Are You Ready Now című lemezünkről lesz a bújtatott címadó dal. Anyás. Esetleg valaki ismeri a stand-up című dalt, írjon. Írjon, mert Tomi elfelejtette. You were so scared that you couldn't stand up and you started to cry. But you didn't hang up, so I heard you leave yourself to sleep. As strange and weak, you felt weary and like a creep. Every day was so bleak. I know how it felt. Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És nagyon köszönjük azoknak, akik esetleg ott voltak az említett Are You Ready Now című lemeznek a bemutatóján a Robotban 2019. május 31-én.
És köszönjük Sajtnetnek is, hogy ott volt a Grand Caféban Szegeden. Nekünk is nagyon jó volt. Szeged egy nagyon szép város egyébként. És eljátsszuk azt a dalt, amit a Dongóban már emlegetett Dongós live, mi az közönség nélkül koncertünkkel rögzítettünk, ez pedig annak lesz a nyitó darabja. A nyitány, Overture, ez pedig az If. Előadja Nagy Barnabás. Verse, írta Lár András verse. Sometimes we come in, but we're just a thief.
Aztán szeretjük a blues-t. Végül. Meg a Richard Gere filmeket Tomi üzeni mindenkinek, hogy esetleg nem hallanátok őt. Gere Richard. Szuperek vagytok. Ti is vagytok, szuperek vagytok. Nagyon köszi tényleg mindenkinek, aki most nézi ezt az adást, és nézi ezt a csatornát rendszeresen, ugyanis tök jó dolgot csinálnak a srácok mindannyian, hogy itt ezt a dolgot így csinálják. Reméljük azért, hogy hamarosan... Hogy még csinálják tovább is. Találkozhatunk velük egy klubban, vagy egy kocsmában, vagy akárhol igazából. Mehetünk. Sétálok csak úgy, mert épp nincs semmi dolgom, meg ahogy is csak otthon lennék, ha
hogy majd mindjárt elalszom. Szeretném, ha egyszer tényleg úgy alakulna, hogy én véletlenül arra, te meg ott éppen akkor gyújtanál rá. Az lenne csak szép, az lenne csak szép, az lenne csak szép. Az lenne csak szép, az lenne csak szép. Álmomban együtt bújjuk a holdat, s nincsen rajtunk semmi. A kezembe fontad, s mondtad, milyen jó így lenni. Alattunk egy takaró, felettünk az ég. Felőlem ez mindig így maradhat, csak tényleg maradna így. Az lenne csak szép, az lenne csak szép, az lenne csak szép, az lenne csak már itt állsz valahol a sarkon, a szívem majd szétreped. Jó lesz, igen, jó lesz, ha végül belépsz hozzám. Mégsem akkor ugyanúgy magamat átkoznám. Az lenne csak szép, az lenne csak szép, ó, az lenne csak szép, ha mi tényleg együtt lennénk. Az lenne csak szép, ha mi tényleg együtt lennénk. Köszönjük szépen! Ki úgy elmennék végre sörözni egy büdös talpon állóba veletek? Mi is? Mi is? De én leülnék szerintem. Ami késik, nem múlik. Mondják, ugye? Folytatjuk is tovább, ismét egy nagyon-nagyon új dallal, amit szintén nemrég készítettünk el. Ha, de előtte sorsolunk! Jaj, de várj, nincs nálam a kalap, mert Benedeknél van!
tehát egy új dal, Éjszaka lesz a címe. De lehet, hogy más lesz, mire készülsz. Igen. Nem. Are you ready now? Hát én is csak néztem, bocs. Gyerünk. Köszönjük szépen! Nagy szépen köszönjük! Köszönjük nagyon szépen! Jól vagytok, fiúk, amúgy tőletek meg se kérdeztem. Pont szájon vágtam magam a gitárommal. Bocsánat, soha többé nem kérdezem meg tőled, hogy jó, hogy légy, kösz. Ez úgy látszik, ez veszélyes dolog. Nem tudom, mennyi lehet az idő, de még három dalunk van vissza. Én nagyon meglepődtem most ezen. Szerintem belekerültünk most egy időhurokba, és 10 perc telik el másfél óra alatt. Nem tudom, valamelyik a kettő közül. Kikapja el a pengetőt? Ezt kérdezi Sivász Flóra. Remek. Hát figyelj. A Tomi szerintem elkapja oda dolgom neki. De nem ezt mereszteltem.
vasta reggel. Csak a szív kalapál az agynak szörnyetegekkel. Csúszik az idő a kezeink közül, amitől éjjel még féltem, reggelre összetömöl. Jól vagyok, egész nap ezt mondtam. Este csak meg vagyok, egy kicsit kopottam. Szédülök veled a tengelyed körül. Téged választalak magamnak bűnömül. Jó volt, jó most, talán majd jó lesz. Eső kopog, lámpa ég, csak egyetlen lámpa ég. Tótükör a szemed, mindent látok benne. Ha akarom, elrepülök onnan a világegyetembe. Lámpa ég, kanapém, dohány illatú. Számom szádat kérem számom, I should go right.
Sometimes I am right, but you don't notice. Sometimes I am blind, maybe it's just the sun. Sometimes I am deaf, maybe I'm talking loud. All the things I ever said, all the things I ever did. All the things that made me sad, still haven't made my bed. Still haven't made my bed. I used to turn my head when my parents had a fight. To play I'm dead, and I should have survived. Many things that I have done were building walls around. Will I ever find my peace, a place to settle down? Said all the things I ever did, all the things that made me sad, still haven't made my bed, still haven't made my szépen köszönjük még egyszer, és elérkeztünk a
az utolsó dalunkhoz. Nagyon köszi még egyszer itt a srácoknak az Open Music Channel-en a hangért, videóért, fényekért, segítségért, parkolóhelyért, házszámért, ahova jöttünk, mindenért, hogy itt lehetünk. Nektek nagyon köszi, hogy néztetek minket, és reméljük, hogy minél előbb találkozhatunk valahol, akármilyen formában. Bízhatok benne, hogy megjelen a tévébe? Gondolom én. Mi van? Csókok, ölések, szerelmek. Nagyon köszönöm. Én is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt volt velünk, integetett, bírókat küldözgetett, popcornfejű szakállas bácsikat küldözgetett, vagy nem tudom, innen annak látszik. Köszönöm szépen Tominak, hogy meg Petinek, meg Benedeknek, hogy a barátaim, és hogy együtt zenélhetünk újra. Idén először, de nem utoljára. Köszönöm Bánki Nikinek, hogy mindent, gyakorlatilag. Annyi mindent tudnék kiemelni, hogy inkább ki sem emelem. Ez jó egyéb, ez jó csel. A Nikit viszont kiemelem, mint Bébit a... Mi volt az a film? Dirty Dancing-be. Niki a Dirty Dancing-be? A Nikit a Dirty Dancing-be, a Bébi mikor kiemelte. Ja! Vagy az Interstellar-ban, amikor a csont hülye izé, bemegy a diszkóba. Ja jó, mert ezt a két filmet láttam most a... Várjál! Volt még egy film... A Gyűrűk ura egyet, igen, elkezdtük nézni. Az egyet láttam. Nemrég befejeztem a Harry Pottert, az összeset, mind a 12-t. 12? Hát jaj, én a bővítetted. Ja, meg te így gondolom. Jaj, hát én belement a izébe is a Harry anyjának az anyja, hogy ő mit csinált. És végül? Hát semmi. Belefért a 6-ban, egy ilyen rövid rész volt. Tehát az volt a 12. rész, hogy ilyen 15 másodperces kis izé volt. Igen. Tomi, de mit néztél ma? Tudsz közben dobolni? Na. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk az Open Music csatornáján, a Twitch-en. Most eljátsszuk az utolsó dalunkat, aztán meg iszunk egy sört. Be some kind of way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can get no leave. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. Thank you.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy itt lehettünk. Szeretlek titeket. Meg titeket is. Bocsánat, nagyon vizes. Egy oltári nagy tapsot kérnénk szépen otthon a The Pontiac zenekarnak, srácok. Igazán sárkány volt, gratulálunk. Fasza volt. Gratulál. Ti pedig, kedves otthon ülő nézőink, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ma este. Ez itt a The Pontiac zenekar volt. Kövessétek be őket bármilyen és minden szocmédiás felületen. Facebookon, Instagramon, Twitteren, Pornhubon megtalálnak titeket, igaz? Spotify-on, Apple Music-on, YouTube-on. Felhasználóként, oké. Okay. Milyen oldalak a kell prémium előfizetés? Két hétig vissza tudjátok nézni Twitchen ezt a műsort, utána pedig feltöltjük YouTube-ra. Úgyhogy mindenképpen küldjétek továbbra is a szeretetet, a hozzászólásokat, a pizzát, mert éhesek vagyunk. Holnap pedig találkoztok Hunarral és a Talk Tonight zenekarral. Bizony-bizony itt találkozunk ugyanekkor holnap. Köszönjük a Pontiacnak, ez volt már az Open Music Channel. Éjjel! Sziasztok! Peace!